Kezdem egy bemutatkozóval, jó legyen kívánok. Hanály Zoltánnak hívnak, és itt látszik, hogy a Alliance partnerekkel foglalkozom, ami azt jelenti, hogy olyan partnerekkel, mint a Webtown szívesen dolgozunk. Nyilván ezek regionális munkákkal elfényed. Tehát minden országban kell egy olyan partner, aki helyi szinten az applikáció fejlesztéssel foglalkozik, és helyi szinten kezeli az ügyfeleinket. Tehát ez az egyik felelősségkör, a másik az üzletfejlesztés, ami nyilván minden ráhúzható. Üzenetem az volna, hogy ezek szerint bármikor fordulhatok hozzám, a Lifeflésről van szó, mert ebben minden belefér. Fogjátok látni, hogy van egy csomó új termék, új irányokat próbálhat a cég. Ez egy fiatal amerikai cég, aki keresi a helyét, és bizonyos innovációra van szüksége ahhoz, hogy itt teret nyerjünk a piacon. Abba egyeztünk meg a Péterrel, hogy ugye elmondta nagyjából, hogy két része van a mai délelőttnek. Az első rész, amiért én vagyok felelős, az egyfajta stratégiai rész. Ugye most vannak olyan ügyfeleink, akik már dolgoznak a Lifeflével, ők azért már valamelyest ismerik. Vannak olyanok, akik újak. Tehát nyilván valami kompromisszumot kell kötni, hogy mindenki számára követhető legyen. Amit én összeraktam, az elég sok újdonság van, tehát az újdonságokat követi. Én igyekeztem ezt valamiféle stratégiával csomagolni, hogy legyen mögötte logika, hogy miért csináljuk, hogyan. És igyekszem mindig beleszűrni a saját véleményemet. Elég sok ügyféllel találkozom, utazgatok a tágabb régióban, meg mindig is ilyesmivel foglalkoztam. És igyekszem ezeket az ügyféltapasztalatokat valamilyen módon beleszűrni. És ami majd a kávészünet után jön, ott lesz egy kicsit ilyen demo jellegű, jobban belemászva azokba a újdonságokba, részletekbe, hogy hogyan is működik ez az igazi világban. Erre fog inkább a Péter fókuszálni. Szóval körülbelül így néz ki ez a logikája a mai délelőttnek. Bizonyára sokatok ismeritek a Lifeflét. Én először 6 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a céggel. Akkor a helyi vagy a regionális vezetővel beszélgettünk, akkor nyitották meg Budapesten az irodát, és akkor is létezett ez a Magic Quadrant Matrix, akkor a portál platform néven vagy kategóriában futott ez a fajta dolog, és talán akkor volt először, amikor a leader kategóriába került a Lifeflé. Azóta ugye ez átneveződött Digital Experience platformá, fogunk arról beszélni, mégis mi ez. Sokan tudjátok, mert ez az a termék, ami eddig létezett, mint egyedüli, aztán majd most kiteljesedik. És ugye ez az a termék, ami túlmutat már a portál funkcionalitásokon. De itt lehet látni, hogy a leader kategóriába tartozik a Lifeflé, és amikor kiadták a legújabb ilyen Magic Quadrant riportot, én végigolvastam, mondjuk olyan ha ezt kritikának lehet nevezni, ugye a sok pozitív megállapítás miatt, amiért abban a kategóriában a cégről, ugye, hogy nincsen cloud platform. Azt is orvosoljuk, most látszik, hogy majd jönni fog. Tehát összességében ennek az üzenete, egy olyan cégről van szó, aki azért prosperál, elég jól növekszik, tehát igazából bízhatok abban, hogy ez a cég itt lesz még a következő belátható hosszú időn belül is. Bizonyára tudjátok, hogy amerikai cég Los Angeles-i székhelyjel, olyan 2004 körül indult el az igazi üzleti szolgáltatás, és ami esetleg ebből stratégiailag fontos lehet nektek, vagy a cégeiteknek az az, hogy nem látszik, hogy Budapesten is van iroda, és ez a budapesti költségei nagy. Ugyanis innen látták el gyakorlatilag a világ egyharmadát, ez enne a részegét, enne a régiót terméktámogatással, de vannak itt fejlesztők is, de a terméktámogatás talán a legjelentősebb. És szerencsére ugye ez magyar, tehát mondjuk úgy, hogy ez a magyar ügyfeleknek egyfajta ilyen lehetőség, hogy itt magyar emberekkel lehet dolgozni. Mindenféle támogatás innen jön, ami a talán a előfizetői szolgáltatásnak az alapját adja. A nagyobb nagyvállalati ügyfelekkel dolgozunk, gyakorlatilag minden szegmens lefel. Látják itt a neveket, nyilván olyan neveket lehet megosztani, akik ebbe beleegyeztek. Külön nincsen kihangsúlyozva, de mindenütt a távközlési szolgáltatók is az első ilyen ügyfelek közé tartoznak, akik előkerülnek. Fogunk róla beszélni, mert szeretnék mutatni majd néhány ilyen esetlenományról, látszik, hogy ki hogy használja, mit értek el vele, és mi az a következő trend, ami miatt ők majd tovább akarják ezt az egész
Digital Experience platformot, vagy a szolgáltatásait fejleszteni. Erről lesz nagy rész szó, és ezeknek a különböző termékeknek a kapcsolatáról, mint elmondtam, eddig ugye ez a IDXP-nek nevezzük, ez az első termék, ami eddig létezett. Ha már így külön termékekről beszélünk, bár én nem szívesen beszélek termékekről, mert valamiféle kontextusba kell látni az egészet. És lehet látni, hogy még három másik előkerült, ami gyakorlatilag negyedévenként meg fog jelenni. És hát arról szeretnék beszélni leginkább, hogy mik ezek, meg hogy miért vannak ezek, hogyan kapcsolódnak együtt, miért jók, hogy ezek vannak, és ugye összességében az ügyfeleknek itt jelent. Mondjuk oké, nem egy különálló termékről van szó, hanem úgy megoldás szinten, hogy néz ki. Alapvetően a logika talán az egészben az, hogy ezzel a Digital Experience platformmal lehet látni az előző videóban is, hogy lehet valamiféle érdeklődést generálni. Nem ez egy alap dolog, mindenkinek kell, hogy legyen valami hónapja, ez valami információt adjon, felkeltsük az érdeklődést váltogatóba. És talán az a cél, hogy ez a fajta érdeklődő ügyfél, vagy potenciális ügyfélben legyen egy lojális ügyfél. Ahhoz azért így kell kísérni egy úton, és ezek a fajta különböző újabb szoftverelemek azért jelennek meg, hogy ezt a fajta kört kiegészítsék. Egyébként is valamilyen szinten benne voltunk mi ebben, csak eddig voltak más gyártók, akikkel együtt kellett dolgoznunk, amúgy is a funkcionalitással bizonyos szempontból mindig átfedik egymást. Még néhány gondolat magáról a cégről, és itt is igyekszem azt kihangsúlyozni, hogy ez miért jó az ügyfélnek, vagy mi az, ami stratégiailag releváns. Ugye előfizetési rendszerben dolgozunk, és már kihangsúlyoztam, hogy ezek az fajta szolgáltatások azok, amiket Magyarországon végeznek. Tehát ezek a fajta szoftverpecsek, vagy ezek a fajta támogatási szolgáltatások, amik itt történnek Budapesten. De ez mondjuk speciál pont a magyar ügyfeleknek valószínűleg nem hátrányos. A tréning dolog, amiből nyilván minden cég csinál tréninget. Nálunk ez kezd inkább web alapú lenni, bár lehet nyilván személyes tréningeket is kérni, pláne, hogy itt vagyunk Budapesten. Amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy például a WebTown egy certified partner, az azt jelenti, hogy minden évben tréningelni kell magukat. És több ügyféllel beszélgettem, szeretik az ügyfelek ezt a multivendor stratégiát, ami bizonyán jó, csak sok olyan Life-i céget neveztetni, akiket nem ismerünk, úgyhogy én általában szoktam mondani, hogy ki az, akikkel mi dolgozunk. Ha bonyolultabb munkákról van szó, nyilván őket tudjuk garantálni, hiszen nekik kötelezőek minden évben az új szoftververziót letenni a megfelelő vizsgát. Vannak olyan cégek, akik inkább a saját teamükben bíznak, nem igazán outsourcolják ki a ilyen fejlesztési feladatokat, egyébként őket is szívesen tréningelni. Nem egy nagy összeg, ha van, nem egy cégnél van saját team, akkor nekik is érdemes ezt úgy igénybe venni. És ez egy következő elem, hogy ha van olyan szolgáltatás, amit helyileg nem biztos, hogy a helyi team meg tud csinálni, akkor mi tudunk szerződést kötni olyan dolgokra, amik elég érzékenyek, és akkor a Lifeway service csapata is beszáll. Sokszor külföldről jönnek ide kollégák, és akkor ők is meg tudják csinálni, de vannak magyarországi emberek is. Hát stratégiailag ennyit akartam erről elmondani, és néhány szó akkor a termékekről. Mármint arról, hogy logikailag, stratégiailag hogyan illeszkednek egymásnak, és mi az a dolog, ami miatt ez egy picit talán más, és mi a jövőkép ezeknek a fajta új termékeknek. Erről szeretnék beszélni. Ezek az én gondolataim, mégpedig arról, hogy amikor én ügyfelekkel találkozom, és valószínűleg köztetek sok a technikai ember, amikor különböző fórumokra járok, sokszor technikai vezetők vannak ott, sales vezetők és marketing vezetők, és körülbelül ezeket a szavakat használják, hogy ezt szeretnék, ilyen gondjaik vannak, ebben szeretnének valami változást csinálni. Mi is ugyanezeket a hívó szavakat használjuk, és lehet, hogy ezek nagyon, hogy is mondjam, általánosak és túl ilyen magas szintűek, de fogjátok látni később, hogy valamelyest azért megoldást ad a rendszerre. Nyilván ez olyan, mint egy Lego össze kell rakni, mindenkinek más az igénye, de valamelyest megoldást adunk ezekre. Ugye a Digital Experience Platform, aki használja, az nagyon jól tudja, akinek új, annak magas szint annyit szeretnék elmondani, hogy egy olyan platform, ami a portál örökségeken túlnőtt, azért is nevezték át ezt a kategóriát portál platformból, ilyen Digital Experience platformá, és az Experience jellegét az adja, hogy
különböző szolgáltatások, alkalmazások halmazából áll. Ugye itt lehet látni különböző építő elemeket, document management, vannak különböző formok, amikkel be lehet gyűjteni az előfizetők információit, vagy a felhasználók információit, workflow-kkal különböző procedúrákat lehet menedzselni. A szegmentáció, a personalizáció, ez egy nagyon fontos trend, ezt nagyon sok ügyfél kezdi el építgetni, használni, és analitikai képességekkel nyilván rendelkezik, mert szeretnénk tudni, hogy kik azok az emberek, akik használják a platformot, és nekik valamiféle personalizált szolgáltatásokat is kell adni. Tehát ez egy halmaz a különböző ilyen szolgáltatásoknak. A legújabb verziója az úgynevezett 7.1. Itt a fő funkciók itt vannak, amiket nagyjából már elmondtam. Lesz erről szó, a Péter részleteiben fog beszélni néhány új feature-ről, amit változtak, amik újdonságot hoznak. Lesz egy ilyen apró kis demo, ami előre el van készítve, és mutatja, hogy mik az újdonságok, és erről láthatóan úgy néz ki, hogy jövő évben lesz egy újabb szoftververzió, körülbelül az év közepén, tehát ez folyamatosan változik, hogy milyen irányban változik. Néhány ilyen trendet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Mondtam, hogy ez a personalizáció, ez úgy tűnik, hogy egy fontos ilyen szempont. Különösen azoknak az ügyfeleknek, akik ilyen kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak, nem tudom, bankok, vagy akár vannak ilyen gyártócégek, akkor valami miatt az ügyfeleket kereskedelmi jelleggel szeretnék megcélozni, és valami módon tudni, hogy kik azok, akik ott érdeklődnek a cégeik iránt. Itt már most nyilván vannak lehetőségek a mostani verzióban, de ezek tovább fognak finomodni, hogy hogyan lehet ezt a fajta tartalmat nem csak magában a tartalomban, megjelenésben is rászabni arra az ügyfélszegmensre, aki éppen jelentkezik. Azt hiszem a múlt évben volt is erről egy demonstráció. Ez egy kicsit általános, hogy a business operations, de ez egy fontos eleme. Nyilván, amikor customer portálként használjuk, vagy intranet funkcióként használjuk, egy csomó folyamat van, amit próbálunk egyszerűsíteni, és valamiféle mederre terelni, és ezek egy fontos részei. Ezek megvannak már most is, tehát workflow, formok, ezek mind léteznek, de ezeknek is van az egyszerűsítése, és még intuitívabbá tétele. A kollaboráció szintén egy ilyen dolog. Nekünk ez talán egy kicsit új, mert egyéb kollaborációs szoftverek is léteznek, és néha előjött már most is, hogy csinálunk egy olyan third party document editing, meg ilyen funkciókat, amiket esetleg más vendortól megláttak. És látszik, hogy átlapalódnak a funkciók. És hát a tipikus applikációk, valószínűleg ez nem újdonság, ezek szerintem a józanész adja. Ezek nagyon általánosak, lehet látni, hogy például a commerce eddig is benne volt. Commerce szoftverekkel eddig is együtt dolgoztunk, a web content management már most is olyan volt, ami a commerce szoftvereknek valamiféle ilyen igénye volt, amit mondtam, sokszor a Lifeway oldott meg. Tehát ez most meg már nyilvánvalóan lesz egy commerce külön applikáció is, ami, vagy külön termék, vagy szoftvertermék, ami különálló, ami egyes ügyfélszegmenseknél szükséges, és ami fontos, hogy nyilván ezek a különböző termékek jól együtt dolgoznak egymással. Tehát az a cél, hogy ezek együtt adjanak valami egészet. Jól lehet, nincs kizárva, hogy más szállító termékeivel is együttműködjenek. A legközelebbi újdonság, ami gyakorlatilag a napokban történik, ez az Analytics. Erről lesz egy ilyen demónk, ahol a Péter mutatja, hogy azért ez hogyan működik, amikor használjuk. Néhány screenshotot én is felrakok, és inkább a stratégiai szempontokat szeretném elmondani. Ezt lehetett látni, hogy valamiféle analitikai képességei ennek a jelenlegi DXP portálból eredő platformnak már most is vannak. Hiszen personalizálni szeretnénk, ezek a képességek most is megvannak, és innen jött ez a fajta gondolat, hogy ezt érdemes továbbfejleszteni, mint egy különálló platform. Nyilván jó tudni, hogy a felhasználóink mivel foglalkoznak, mit csinálnak, milyen tartalmakat néznek meg, honnan jönnek ezek a felhasználók, milyen a háttereik, és ha mondjuk olyan ügyfélről beszélünk, aki kimondottan mondjuk B2B, tehát business to business szolgáltást ad,
ott esetleg lehet ökkantonként is ezeket a fajta információkat csoportosítani. És azért ez egy jó információ, tudom, hogy az adott account mondjuk mire fogékony, mire érzékelni, és akkor mely ezek a tartalmak, amiket érdeklődnek, és esetleg még személyre ezt lebontva is utána lehet nézni, hogy ki mit keres, ki mit néz. Néhány ilyen screenshot, amiből lesz egy kicsit részletesebb bemutató, ami részben lefedi ezeket a fajta funkciókat, de néhány dolgot azért bemutatok, hogy érthetővé váljon, hogy alapvetően itt mire gondolunk. Ez most egy ilyen formulának a kitöltését mutatja, ugye, amikor a honlapon megjelenik valamiféle forma, ahol kérünk be a látogatótól adatokat, hogy ő kicsoda, és ezt is valami logika szerint tölti ki, és akkor onnan tud tovább lépni. És itt mondjuk azt lehet látni, hogy hányan kezdték el kitölteni, mennyi időt töltöttek rajta. Egyáltalán akik elkezdték kitölteni, hány százaléka fejezte be. Még olyan információt is ki lehet szedni belőle, hogy aki nem fejezte el, az körülbelül hol hagyta ott az egészet, mert valamiért elege lett. Tehát ebből azért sok mindent ki lehet szűrni. Ez egy fajta dolog, de ilyen jellegű információkat ki lehet nyerni ebből. Ilyen biztos, aki analitikával foglalkozott, már látott. Ugye jó tudni, hogy azok az emberek, akik eljutnak hozzánk az adott céghez, ügyfélhez, azok hogyan jutottak el oda. Mit néztek? A marketingeseknek ez biztos nagyon jó, hogy látják, hogy ők hirdetnek valahol. Egyáltalán van annak hatása arra, hogy arra a honlapra hányan, hogyan jutottak el. Ezek azért már valószínűleg egy analitikai szoftvernél másra is előfordultak, nem teljesen úgy, de hát fontos, hogy ez meglegyen. Ami talán nálunk egy kicsit érdekes, hogy mivel maga a úgynevezett DXP platform törekszik arra, hogy valamilyen módon tudjuk azt, hogy kik a látogatók, legyen információk a látogatóról, akár a formok miatt tudjuk, hogy kik azok, akik látogatnak, mert bejelentkeznek, vagy a szegmentációs funkciók miatt igyekszünk összegyűjteni, hogy honnan jönnek, földrajzi szempontból, vagy egyéb háttér szempontjából. Így egyéni felhasználókról, vagy illetve a felhasználó csoportokról is tudunk információkat begyűjteni. Talán ebből a szempontból egy kicsit más a miénk. Itt lehet látni, hogy konkrétan egy adott felhasználónak a tevékenységét lehet végigkövetni. Erről részletesen még fog beszélni a Péter. Itt igazából felszerettem volna azt vázolni, hogy mire jó ez, miért jó ez. És talán nagyjából kitűnt ebből, hogy az a fajta megkülönböztetés, amiért mondjuk itt az a kicsit más, az az, hogy nem névtelen felhasználók halmazát vizsgálunk, hanem igyekszünk a felhasználókat valamilyen módon csoportosítani. Különösen hasznos ez, mint említettem, egy ilyen business-to-business ügyfélnél, akik nagy vállalatokkal dolgoznak, akkor nagyon jól lehet követni, hogy ők mivel foglalkoznak. Talán ebben mi többet tudunk nyújtani. Nyilván ez egy út, ami elindult, tehát ez azért tovább fog folytatódni. És ez mondjuk magát értetődik, hogy így marketingesnek, akár egy szélzesnek ez miért jó. Ezek külön nem olvasom fel, mert ezek úgy adják magukat szerintem. Talán még annyit szeretnék elmondani, hogy amikor én különböző fórumokon beszélgettem potenciális ügyfelekkel, akik mondjuk érdeklődnek a digitalizáció, webarculat, a hatékonyabb működés és a mondjuk a sales, új sales csatornák megnyitásán, akkor általában ezek marketingesek vagy salesesek, és ők valami ilyesmiket mondogatnak mindig, hogy ilyesmit keresnek. Tehát lehet, hogy itt sok technikai ember van, nektek valamilyen módon együtt kell dolgozni. Egyébként az egy jó lehetőség, hogyha valahol új projektek indulnak, akkor esetleg mi szívesen beszélgetünk a sales marketinggel, mert minket ez nagyon érdekel, és akkor már egy specifikációt tudunk adni esetleg a IT-s teamnek. Az időzítése úgy néz ki, hogy gyakorlatilag mostanában indul el, ami miatt ez mostanában van, hogy ez GDPR compliance-é kell tenni természetesen, és szerintem már most lehet trial-t kezdeni, meg lehet ezt nézni. A Péter fog is egy rövid demonstrációt csinálni, és nyilván ennek van egy út, mert látszik, hogy a következő analytics részében mikor fog kijönni. És körülbelül hasonló logikát követve, mint amit itt most felvázoltam, hogy ilyenfajta intelligenciával kell, hogy bővüljön ez a fajta alkalmazás.
A következő, egyébként időrendben is a következő, a commerce, ez a úgynevezett e-commerce platform, ilyen nem volt a Lifeway-nél. Ugyanúgy, mint az analitikát és ezt az e-commerce-et is mi fejlesztettük ki, tehát nem egy készterméket vásárolt meg a cég. És ez időrendben is a következő lépés, ugyanis a jövő év elején, tehát az első negyed évben ez el fog indulni. Már most vannak ilyen friendly user trial-ek, nyilván nem próbálgatjuk, de ez egy új dolog, elég új dolog, mert commerce szoftverekkel, ügyfelekkel dolgoztunk együtt, de külön nekünk el nem volt megoldásunk. A stratégiában az van, hogy ilyen B2B ügyfeleket keresünk, akik körülbelül amerikai mércével mérve ilyen középvállalatok, gyakorlatilag ez a magyar nagyvállalati réteg. Erre van most az egész, hát úgy irányszabva, méretezés is egyéb szempontjából. És erről is lesz egy demo, hogy ez mégis hogyan működik. Én néhány ilyen főbb szempontot szeretnék kihangsúlyozni, mert commerce az létezik. Tehát itt most nem mi fogjuk merőben kitalálni magát a commerce-et. Például az a minimum, hogy tudnunk kell azt, amit alapfunkciókban elvárnak, és az is jó, hogyha még ehhez hozzá tudunk tenni valami plusz dolgot. Most ami a plusz dolog, mint előzőleg is említettem már, hogy ugye ez is egy ilyen webportál, vagy ez a digital experience alapokból nőtte ki magát, és például a web content management az olyasmi, amit mondjuk a portál platform, vagy a e-commerce platform nem igen tudnak, nagyon sokszor Lifeway-t használnak. Nyilván ezek a fajta dolgok bele vannak integrálva, mert mi ebből az irányból jövünk. És akkor van még néhány ilyen security, permission, personalizációs funkció, amiben szintén mi ebből az irányból fejlődtünk, tehát ebből a szempontból előnyöket kell, hogy fel tudjunk mutatni mondjuk a versenytársakhoz képest. Nyilván ez egy folyamat, most indul, és folyamatosan jönnek hozzá ezek az új funkciók. Ennek is van egy roadmapja, majd fogjuk mutatni. Ami még esetleg megint megkülönböztető már most, vagy az lesz hamarosan, hogy különböző prediktív funkciókat viszünk bele. Itt ugye az analitika kerül előtérbe. Analizáljuk azt, hogy mit csinálnak a felhasználók, és ebből gyerünk ki információkat, és ezt fel lehet használni mindenféle forecastra, vagy hosszú távon akár ilyen IoT, vagy egyéb ilyen dolgokra. Ez a funkció is erősödni fog. Ez is egy olyan terület, amit igyekszünk többet tenni, mint aki szintén csak a commerce-re fókuszál. Az indulásnál vannak úgynevezett ilyen starter kittek, ahol be van rendezve ez a web shop, és két ilyen szegmensre van ez kitalálva, a manufacturing, illetve a wholesale vagy a distribution. Ezekre van egy ilyen starter kit, amit egyből lehet használni, nem kell kitalálni. Szóval nyilván lehet módosítani, de egyfajta javaslat, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez a legjobban is így. És ami még talán fontos, egyébként ez a Lifeway-re általában igaz, hogy az integráció egyértelműen egyfajta előny volt. És itt is az integráció egyéb ilyen környezeti szoftverekkel ez jól megoldható. Ezt is egyfajta előnyként tudjuk kihangsúlyozni. Nyilván az open source-nak egyébként is van egy ilyen előnye. Roadmap szempontjában, mint mondtam, a jövő év elején fog elindulni, és akkor lehet látni, hogy ezek a fajta szempontok érvényesülnek a különböző új feature-ben. És ennek is van egy ilyen kifutása a roadmap jel. Nyilván majd lesz további is, de hát most ennyire látunk előre. Tehát ezt mondjuk a jövő év elején már lehet próbálgatni, fogjuk promotálni, fogjuk használni, és akkor különösen azok a szegmens ügyfelek, akik beleestek ebbe a kategóriába, akkor ki lehet próbálni még beleesni. Fogunk vele kísérletezni. A utolsó olyan új dolog, termék, amiről még nem beszéltem, ez az úgynevezett cloud. Már mondtam, hogy ebbe a Magic Quadrant Reportba is előkerült, hogy miért nincs ilyen, és talán ez volt az ilyen egyetlen ilyen komolyabb megjegyzés, ami hiányzott. Most lesz nyilván ennek az a lényege, hogy egyfajta platform, ez a service alapon kerül hát megjelenésre, és én úgy láttam, hogy kétfajta ügyfél van, még a komolyabb, hogy is olyan nagyobb ügyfeleknek nagyon fontos a biztonság azoknál is, hogy amikor banki szegmensbe is. Van, aki szeret mindent maga csinálni, vagy esetleg egy partnerrel, vagy
Például múlt héten találkoztam olyan bankkal, aki azt mondta, hogy mindenki akar lakni a cloudba. Ami meglepett. Egy nagy bank éppen tárgyában voltam, és azt mondta, minden cloudba akarnak lakni. Mert ők ugyan nem akarnak ezzel foglalkozni, nem akarnak erre embereket felvenni. Aminek van is előnye nyilván, mert nem kell az ilyen új szoftver frissítéssel, a security dolgokkal, az elérhetőséggel foglalkozni, mert egyből kapnak egy kész platformot, és akkor az a dolguk, hogy tartalommal töltsék fel. Különösen egyszerűvé válik ez, amikor előjönnek majd olyan funkciók, amik már most is működnek, hogy alapvetően a ügyfeleként ti vagytok, dolgoznak különböző design csapatokkal, ezek a tartalmak elérhetővé válnak, és nem kell ahhoz ilyen IT szakértőnek lenni, hogy ezeket a tartalmakat feltöltsék. Elég intuitívak, és ezek a tartalom feltöltések megtörténhetnek a marketing team által. Nem kell gyakorlatilag így nagyon a működtetés részleteire bevonulni. Ez a fajta lehetőség, legalábbis itt Európában a jövő év közepén lesz elérhető. Már most az amerikai féltekén már most elindulnak, nyilván ennek is vannak különböző követelményei, amik majd csak jövő fél évben, tehát egy év múlva, vagy a jövő év közepén lesz elérhető. De ez is egy olyan dolog, ami újdonság. Tehát elég sok minden indult ahhoz képest, hogy eddig egyfajta irányt követtünk. Látszik, hogy egy nagyobb portfólió alakult ki. És mondtam az egésznek talán az a logikája, hogy ez az ügyfél életciklus végig kísérése, meg ezek a termékek átfonódnak, összefonódnak. Valamiféle egy ilyen komplexebb szolgáltatás alakuljon ki. Általában, amikor én megnéztem egy ilyen Lifeway-s leírás, tele van szolgáltatásokkal, feature-ökkel, és engem mindig azt gondolod, hogy jó, de hogy lehet ezt úgy pozícionálni, hogy most mire jó ez, hogy lehet ebből valami olyat kihozni, ami mondjuk egy a ti cégedetnél és egy vezetőség számára értelmezhet, hogy miért csináljuk ezt. És erre összeraktam néhány ügynevezett ilyen esett tanulmányt. Egyébként a honlapunkon van egy csomó, és ezek nyilvános elérhetőek, nyilván olyan cégektől, akik aláírták, hogy akarnak velünk dolgozni. Itt szándékosan azt csináltuk, hogy főleg nemzetközieket hoztam, mert Magyarországon is nagyon sok ügyfelünk van, gyakorlatilag összes szegmensből, de nem áthallgatjuk, hogy mi történik a nagyvilágban, és talán nem feltétlenül kell itt az egymás dolgait megnézni, de a honlapunkon rajta van. Amit még akarok mondani, hogy tehát ügyfeleink vannak minden szegmensben. A service providerokből nincs túl sok, minden országban van néhány. De a nagyobbakkal dolgozunk. Vannak esetleg esettanulmányok is erről, általában dolgozunk velük, nekik is van egy hasonló igénye, mint az egyéb nagyvállalatoknak, hiszen ők is használnak egy ügyfélportált, egy belső intranetet, mi egymás, ugyanezek az alkalmazások megvannak náluk is, de hát ugye kisebb a számosságok ellenben a pénzügyi szegmensben, a kormányzati szegmensben igen nagy számú ügyfelünk van. Magyarországon is, és általában mindenhol. A manufacturing szegmens, ez egy olyan szegmens, ami még most kezd el igazán nőni. Ők nem tulajdonképpen erre fókuszálnak, nyilván más a cég profilja, de ez most kezd el nőni. Éppen ezért ezt a három szegmenst választottam ki. Tehát a pénzügyi, a kormányzati és a úgynevezett gyártói szegmens. Ezekről raktam össze néhány anyagot, és hát itt szeretném elmondani, hogy miket szoktak csinálni az ügyfelek, ugye mire jó ez, és mit azok a fajta gondjaik, rendjaik, amiket megoldunk. Itt összeraktam néhány olyan szempontot, amiket én tapasztalok. Ha én egy pénzügyi ügyfélel beszélek, vagyok a vezetői szinten, körülbelül ilyen szempontok jönnek elő. Ugye a pénzügyi szegmens, ők nagyon innovatívak. Én nagyon régóta dolgozom nagyvállalatokkal, nagyon rég az azt jelenti, hogy 20-25 éve, és mondjuk amikor bejött az internetes világ, ők voltak az első felhasználók, gondolok itt az IP telefóniától kezdve, a adatközpont virtualizációig, mindenhol a pénzügyi szegmens azért elég innovatívan elkezdett ezzel foglalkozni. Mi is ezt tapasztaltuk. A pénzügyi ügyfelek, a bankok, biztosítótársaságok minden országban komoly ügyfeleink, és nagyon nagy számban. Körülbelül ezek a szempontok, amiket ők keresnek, szerintem nagyjából úgy magyarázza magát. Ugye kell egy egységes szolgáltatás arculat,
A szolgáltások nagyon sokszor organikusan nőnek, esetlegesen a bank felvásárol más részlegeket. Ezt valahogy egységesíteni kell egy idő után, egyszerű loginnal. Ezt szerintem mind e-banking felhasználók ezt tapasztaljuk, hogy az a jó, ha egyszer bejelentkezem, és körülbelül hasonló logika szerint tudok biztosítást kötni meg, különböző kölcsönügyleteket intézni, privát bankügyleteket intézni. Valami hasonló logika szerint kell, hogy történjen hasonló megjelenéssel. A következő trend, ami most nagyon elterjedt, ezt mindenütt látom, hogy nyilván egy mobil alkalmazás az eléggé alap dolog. Ahol ezeket a mobil alkalmazásokat optimalizálták, ott nagyon megugrott a mobil felhasználás. Most a nagyon az azt jelenti, most éppen Csehország egy banknál történt egy ilyen upgrade, ami részben ezt hozta, hogy a mobil alkalmazásokra optimalizálták ez a részszolgáltatás, és rögtön látták, hogy felült 30%-kal a mobil felhasználóknak a száma. De ez látszik, hogy ez megint kezd ilyen alap dolog lenni, hogy ennek optimalizálva kell lennie mobil felhasználásra. A következő trend az a personalizáció. Ez olyan dolog, ahol mindenhol téma. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kellene egy új szoftver update, csináljuk-e, és mondjuk felmerül, hogy nekik mi az igényük, általában ezt említik. Voltak eddig is personalizációs funkciók, de úgy nem domináltak. Nem ez volt a fő funkció. Nyilván építkezni kell folyamatosan, és látszik, hogy ez mindenhol egy fontos téma. Itt választottam egy olyan bankot, aki egy nemzetközi bank. Szerintem ugye látszik, hogy mivel foglalkoznak privátbanki és vagyongazdálkodási szolgáltatásokkal az említett országokban vannak jelen, legalábbis ezzel a fajta látvé alapú szolgáltatásokkal ezekben az országban vannak jelen, és egyszerű volt az igényük, szerettek volna minden szolgáltatást mobilan elérhetővé tenni. Ez látszik, hogy nem régen valósult meg, én úgy tudom, hogy 2017 környékén történt ez meg, és a teljes szolgáltatás spektrum elérhető. Ez csak egy példa arra, hogy mi történt, és hogy egy tágabb képet kapjunk a pénzügyi szegmensőt, összegyűjtöttem néhány ügyfelet, nyilván ezek között van jó néhány nemzetközi ügyfél, hogy ők körülbelül Lifey alapon milyen szolgáltatásokat használnak, vagy milyen célokra használják a platformot. Látszik, hogy corporate web, illetve kliensportál, vagy intranetes funkciók, ezek dominálnak. És akkor az adott ügyfélnek a profiljától függ, hogy szükség van-e úgynevezett agent portálra, ahol a viszonteleadóikat valamilyen módon koordinálják, kiszolgálják. Ez egy általános ilyen kép arról, hogy körülbelül ezek a fajta biztosító társaságok például mivel foglalkoznak. Hát ennyit gondoltam én magas szinten a pénzügyi szegmensről és a pénzügyi szegmens trendjeiről. És a következő, amit én ígértem, az a kormányzati szegmens, ami elég speciális, több szempontból is nyilván megvannak a sajátos szabályai. Nyilván nem kereskedelmi szolgáltást nyújtanak, hanem inkább valamiféle tartalmat tesznek elérhetővé a felhasználók részére, és felírtam néhány olyan trendet, amit én hallok különböző kormányzatoktól, különböző országokban. Nem feltétlenül magyar specifikus, de ezeket lehet látni, hogy egyre többször hallom vissza, hogy szeretik az open source-t, mert úgy gondolják, hogy akkor nem függenek egy-egy gyártótól, hiszen bizonyos funkciók más nem open source platformon is elérhetőek. És szerintem a többi trend az úgy, ahogy ez úgy adja magát, ami úgy érthető. Kiválasztottam egy amerikai példát erre, mert nagyjából ez úgy ötvözi ezeket a fajta elvárásokat. Ez egy amerikai ilyen kormányzati portál. Itt én megnéztem, itt alapvetően különböző támogatásokkal lehet folyamodni. És itt is azzal szembesültek, hogy folyamatosan nőtt ezeknek a fajta programoknak a száma, ha jól emlékszem, van már kb. 1000 körül jártak, és különböző egyéb platformokon vagy honlapokon volt elérhető. Nyilván egy organikus növekedés ritkán kaotikussá válik, és eldöntötték, hogy itt rendet valamilyen módon egységes arcodot kell kialakítani. És hát én megnéztem ennek a
honlapját elég intuitív. Tehát, hogyha az ember szeretne valamit, akkor beírja, hogy ő kicsoda, néhány kérdést feltesznek, és ő felajánlja, hogy milyen programok elérhetőek. Lehet látni, hogy rögtön megugrott, vagy megduplázódott a felhasználó száma, és az egyik legjobban látogatott kormányzati portál. Lehet, hogy az ember pénzt osztanak, de biztos van a platformnak is valami érdemelve, hogy szívesen látogatják. Utoljára hagytam azt a szegmenset, ami bizonyos szempontból új. Olyan értelemben, hogy itt azért a digitalizáció, ami azt is jelenti, hogy legyen egy egyszerű honlapon túlmutató, komolyabb, webes szolgáltatás, ez azért úgy nem volt funkcióban. Nyilván a gyártócégek a gyártás optimalizálására, automatizálására fókuszálnak. Most gyártócégek alatt milyen olyan, gondolok, mint autógyárak, gyógyszergyárak, például már Magyarországról beszélünk, tehát ilyen nagyobb gyártóegységek, nyilván nem ez a fókuszuk. Mert elsősorban ők nincsenek feltétlenül kapcsolatban a saját ügyfeleikkel, nyilván hirdetik, de azért vannak viszonteladóik vagy dílereik, ezek állnak kapcsolatban az ügyfeleikkel. És igazából most indult el valamiféle ilyen folyama. Ezeket az igényeket én szedtem össze még pedig úgy, hogy találkoztam jó néhány gyártócéggel. Nemrégen Frankfurtban volt egy rendezvény, és ott volt vagy 50 ilyen cég. Most ilyen nagyobb cégekről beszélek, mint a Philips, vagy a Siemens, ABB, volt autógyár, mint például a Seat, és ott a Siemens-es néha IT vezetők, marketingesek mondták el, hogy ők mit terveznek, mit szeretnének. És amikor az ő fókuszokról volt szó, azt mondták, hogy jó volna, hogyha végfelhasználóval is lenne valami kapcsolat. Szeretnék, hogy ez a dealerhálózat valahogyan ki legyen szolgálva. Nem hagyományos módon, hanem nyilván különböző web applikációk által ők valahogy menedzselve legyenek. És ennek már csak egy folyamodványa, hogy néhányan elkezdtek úgynevezett business-to-business applikációkat telepíteni. Gyakorlatilag egyfajta ilyen web shopot hoztak létre, hogy ez egy webes környezetbe történjen a hagyományos, nem tudom, e-mailezés, vagy ki tudja, hogy milyen módszerek helyett. Illetve egyes gyártók tovább léptek ezen, és ez ilyen B2B2C lett, ami azt jelenti, hogy mivel már elkezdenek a webes honlapon keresztül kapcsolatba kerülni a végfelhasználókkal, néha adnak valamiféle szolgáltatást is. Most egy példát mondok, amire emlékszem, hogy volt egy olyan cég, aki arról beszélt, hogy ilyen fogorvosi berendezéseket, amik nagy értékűek, nyilván fogorvosoknak gyártanak, és akkor ők már elkezdték a webben publikálni, hogy mi az újdonság, mi történik, sőt, oda beregisztrált az illető végfelhasználó, már tudtak figyelmeztetést küldeni arról, hogy valami már nem gyártható, meg szervizelni kell, meg ilyesmi, de mondjuk a szolgáltatást azt a adott disztribútor csinálja. Tehát visszakanyarították a igényt a disztribútorhoz, ilyen alapon mondjuk a disztribútor örült annak, hogy hát itt a gyártó valamiért csinál, ami neki is előnyös. És ebből alakult ki ez a B2B2C fajta ilyen koncepció. És volt egy harmadik szempont, amit persze általános, ez a produktivitás növelése. Ezt talán arra tudnék utalni, amit mondjuk az előző ilyen esettanulmányokról beszéltem, hogy mik történnek, amik esetleg ezt a produktivitást megnövelik, mert ez egy kicsit általános így módon. De ezeket a szavakat használják, én legalábbis ezeket hallottam. Itt egy olyan esettanulmányt választottam ki, ami ugye hát a HP IT cég, tehát eleve közel áll hozzánk. Jobban át tudom érezni a fajta problémáikat. A másik pedig az, hogy iszonyú nagy. Tehát látjátok itt a számokat, hogy hány viszonteladóval dolgoznak, ez a HP viszonteladói hálózatának a programját célozza, amelyek ez a fajta kezdeményezés, amit nyilván megtörtént, befejezésre került, már mutatom a hatásait is. És itt is lehet látni, hogy nyilván ez a fajta alkalmazás elindult webes alapon is, organikusan nőtt, és ilyen nagy számokkal világméretben igen félrevezető tud lenni. Különösen akkor tele van esetleg olyan dokumentumokkal, amik már nem aktuálisak, lehet látni, hogy 80% valószínűleg nem is igazán update-telt, mert valamilyen honlapon rajta van, és
ez aztán nyilván egy ilyen nagy cég életében azért hát időrabló tud lenni. Meg hát a különböző viszonteladók vagy rendszerintegrátorok is hát nem biztos, hogy eléggé önállóan tudnak tevékenykedni. De hát szerintem ez érthető, nagyjából értjük a problémát. És ugye hát itt teljesen megújították az ő partneri menedzsment rendszerüket. Lehet látni, hogy milyen új ilyen funkciókat vezettek be, ez is nyilván Lifeway, VXP-n halad. Elég logikus, hogy egyszerű belépéssel legyen valamiféle intuitív, úgy lett szabva, hogy a adott ugye nagy cégről van szó, különböző termék, vonulatok vannak. Az adott cég profiljára szabták, nem pedig a gyártó profiljára, olyan értelemben, hogy a gyártónak lehet különböző organizációi, nem azok szerint szabták, hanem hogyha a gyártó egy adott termékszegmensre fókuszált, akkor úgy kapta meg az információkat. Nyilván különböző ilyen elérési szintek vannak a partner szertifikációjától függően, vagy a profiljától függően, mely több ezer termékről lehet szó. És ami talán fontos, hogy én két ilyen hatást emelnék ki, ha már ilyen investíciót csinál egy cég, jó látni, hogy ez a értékesítési eredményekben megjelenik. És egy másik nagyon jó hatás, vagy fontos hatás, amit saját magam is tapasztaltam, én is dolgoztam egy amerikai cégnél a mostani munkám előtt, ahol egy hasonló feladattal többek között küzdködtem. Az az, hogy nincsen annál időrablóban, amikor a szegény partner teljesen okos és érthető okokból rendszeresen jön az emberhez, hogy ezt hol találom, ennek mi a specifikációja, mi a legújabb roadmap, mi a legújabb design tool, mi egymás. Sokkal jobb, ha ő kiszolgálja magát, nyilván ő is boldogabb lesz, meg az adott cég emberei is kreatív dolgokkal tudnak foglalkozni, nem ezzel a kiszolgálós divalami, amennyiben nem elérhető ez a fajta rendszer, nyilván teljesen érthető, csak hát időrabló. Tehát nyilván ennek van egy költség, megtakarítási hatása, és lehet látni, hogy mennyivel kevesebb ilyen egyéni megkeresés történt. Röviden ez a gyártói rész, és már mondtam, hogy amit én látok, és talán itt az előző termékstratégia is kontextusba kerül, például a gyártóknál, ha már történt egy ilyenfajta úgynevezett B2B kiszolgálási rendszer, ennek egyfajta továbblépése nyilván, hogyha ezt analitikában is használjuk, akkor nagyon jól kiderülnek, hogy melyik része működik jól a rendszernek, mi az, amit a felhasználók, ugye itt accountokról van szó, mondhatjuk úgy, hogy ezek a dealerek accountok. Ők mit keresnek, illetve sok ezer termékről van szó, mondjuk a HP esetében, hogy hogyan lehet esetleg ezt egy ilyen e-commerce rendszerbe beéleszteni. Tehát itt így kialakul egy ilyen egységes megoldás, ami mondjuk egy ilyen gyártószék számára egész jól összeáll. Gyakorlatilag a stratégiáról ennyit szerettem volna mondani, jön majd a Péter előadással, demonstrációval, csak úgy összefoglalásképpen, amit hát úgy érdemes megjegyezni, hogy ugye vannak itt Lifeway-sek Budapesten, mi elérhetőek vagyunk. Ugye a termékkel kapcsolatban, a globális tapasztalatokkal kapcsolatban elérhetőek vagyunk. A webtown itt helyi szinten, amennyiben ugye az adott cég úgy dönt, hogy ő maga telepíti a terméket, ő tudja tenni, meg tudja tenni a telepítést, támogatásban is sokszor ők csinálják az első fronton a támogatást, illetve ugye ez csak egy platform, nem csak, de egy platform, amire lehet aztán építkezni, és ők az applikáció fejlesztésben is élen járnak. Tehát mondjuk így nagyon jól kiegészítjük egymást. Vannak itt sok meglévő ügyfél, sok meglévő ügyfélel én is találkozom, és akkor ott általában olyan témák kerülnek elő, hogy mik ezek a new feature-ek, hogyan kerülnek ott alkalmazásra, a roadmap-et rendszeresen át tudjuk nézni, tehát nyilván ez egy általános rendezvény, de tudunk ülni nagyobb ügyfelekkel, vagy akik ez igényel, és akkor ezeket át tudjuk nézni a webtownnal akaratra. Remélem, meg a regisztráció alapján úgy láttam, vannak itt új ügyfelek is. Új ügyfeleknél általában azt láttam, hogy felül egy ilyen
egy ilyen kérdés, hogy a sales, a marketing részéről jön mindenféle igény, hogy itt, meg kell újítani a weboldalt. Valamit ezzel kapcsolatban kezdeni kell, és ugye a marketingesek nem IT emberek. Ők meg inkább azt látják, hogy valami változtatás kell. Nyilván mi is tudunk abban segíteni, hogy az adott szegmensben egy hasonló cég miket csinál és miket javaslunk, és ennek alapján össze tudunk adni egyfajta specifikációt is, és a végrehajtásban is a webtoldon körül tudunk segíteni. Ott mondjuk olyasmit javasolnék, hogy egy ilyen bemutatkozó jellegű, igényfelmérő jellegű ilyen megbeszélésre szívesen állunk rendelkezésre. Ez egyfajta konzultáció, ezek nem kerülnek nyilván semmibe, de minket is érdekel, meg innen indul el egy projekt. Hát körülbelül ennyi az én részem. Én azt hiszem, hogy most jön a kávészünet, illetve a Péter elmondta ezt a fajta QR kódos felmérést, ami adni muníciót az előadás, vagy a második előadás legvégéhez, ahol látjuk, hogy esetleg vannak-e specifikus kérdések, és ezekre tudunk reagálni. Köszönöm szépen!